Sziasztok! Ez az utolsó Botond megmondja rész. Botond megmondja. A Figaro bűvészbolt videoblogja. Nagyon sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi lesz a Botond megmondjával, és hogy miért nem láthatok az utóbbi időben itt az üzletben. Ezekre hamarosan válaszolok, de előtte hadd meséljek kicsit arról, hogy mit jelent nekem a bűvészbolt. Számomra ez a kis pincehelyiség nagyon sokat jelent. Végkísérte az eddigi életemet. 1992. decemberében jártam először az üzletben, amikor is megkaptam az első kellékemet, a golyós kelyhet. Számomra ez egy annyira ikonikus kellék, hogy mikor 20 évvel később Pista bácsi emlékére állítottam össze egy bűvészműsort, nem is volt kérdés, hogy e köré fogom építeni azt. Általános iskolás és gimnáziumi éveim alatt nagyon sok időt töltöttem itt, gyakorlatilag kívülről tudtam a bolt kínálatát. Aztán amikor a 90-es évek végén a magyar bűvészet történetéről szóló könyvemen dolgoztam, akkor nyílt lehetőségem hosszabban beszélni Istvánnal, illetve Pista bácsival. Ettől az időszaktól kezdve lettünk barátok Istvánnal. Aztán a 2000-es évek elején, amikor fiatal bűvészek köre bűvészklubot csináltuk és az aktuális mágia újságot szerkesztettem, rendszeres vendégek voltunk a klubtagokkal itt a boltban, nem egyszer tartottunk itt klubnapot. Ezt ma már talán kevesen tudják, de ennek kapcsán készültek velem 2001-2002-ben itt az üzletben az első videófelvételek. Ezeket akár tekinthetnénk ilyen ős Botond megmondjáknak, nagyjából úgy kellett ezeket elképzelni, hogy beálltam ide a pult mögé, és akkor még nem bűvészkellékeket hasonlítottam össze egymással, hanem az aktuális bűvészhírekről beszéltem, és az aktuális mágia újságban megjelent néhány trükköt mutattam be. Ezek a felvételek az itt az üzletben található tévéképernyőn mentek, méghozzá VHS kazettáról. Sajnos ezek közül a felvételek közül egyetlen egy sincs meg nekem, így nem tudom őket nektek megmutatni. Aztán az egyetemi éveim alatt szinte több időt töltöttem itt az üzletben, mint az előadásokon a BM-én. Aztán a 2000-es évek közepén forgattuk itt az üzletben Istvánnal azokat a DVD-ket, amik mai napig megtalálhatók az üzlet kínálatában. Ezek a Start, Árt és Star DVD-k Susán Péterrel és Kőhalmi Ferenccel, illetve a Tojánzsák DVD vagy a Daumann Spitz DVD. Majd 2007-ben kezdtünk el Istvánnal és Loncival a bűvészbolt honlapján dolgozni. Aztán 2008-ban létrehoztuk az üzlet YouTube csatornáját, ahol Somával és Holc Gáborral mutatok be az üzlet kínálatát. Ezek a videók egyébként a mai napig megtalálhatók a csatornán. 2009 májusában kezdtem el itt az üzletben dolgozni, és egész 2016 őszéig, vagyis 7,5 évig álltam itt a pult mögött. Nagyon örülök neki, hogy éveket tölthettem el itt a boltban Pista bácsival, aki soha nem fagyott ki a történetekből. Sokat tanultam tőle szakmailag és emberileg is. És szintén együtt dolgozhattam Pista bácsi unokájával, a legifjabb Szabó Istvánnal, illetve Susán Péterrel és Kaszányi Rolanddal. Amit itt a bűvészboltban dolgozva a legjobban szerettem, az azok az ötletelések, workshopolások, beszélgetések voltak, amit az idebetérőkkel folytattam. Ezekből én is nagyon sokat tanultam, és remélem, hogy tanácsok formájában talán valamit nekem is sikerült visszaadnom abból, mint amit annak idején én kaptam az üzlettől. 2014 nyarán egy hirtelen ötlettől vezérelve elkezdtem egy YouTube videósorozatot forgatni itt az üzletben. Arra gondoltam, hogy azokat a tippeket, ötleteket, amit itt egy vásárolónak személyesen az üzletben elmondok, jó lenne mindenkivel megosztani. Ez a sorozat lett a Botond megmondja, amiből összesen 68 rész készült. És mivel ez egy elég szűk rétegnek szóló szakmai tartalom, én alapvetően soha nem gondoltam, hogy ez néhány száz embernél többet fog érdekelni, és mégis a csatornán lévő videók össznézettsége már lassan 2 milliónál jár, ezt nagyon szépen köszönjük nektek. És most szeretnék kicsit kitérni arra, hogy miért hagyom abba. Az üzlet mellett eddig is sok más dologgal foglalkoztam még. Többek között fellépéseimmel, a bűvészbloggal, illetve a konzulenskedéssel más bűvészek, elsősorban Hajnóci Soma mellett. Illetve az utóbbi időben elkezdtünk Somával nagyszabású előadásokat szervezni, ilyenek az Illúzió Mesterei, illetve most a Champions of Illusion. És mivel egyre kevésbé tudtam ezeket a nagy projekteket az üzletben való munkával összeegyeztetni, ezért nehéz szívvel, de 2016 őszén eljöttem az üzletből, de a videókat továbbra is szerettem volna folytatni. Ez ment is egy darabig, de sajnos annyira besűrűsödtek az egyéb dolgaim, hogy most már be kell látnom, hogy ez sem fér bele az időmbe. Én nagyon szerettem ezeket a videókat csinálni, és úgy gondoltam, hogy tartozok nektek annyival, hogy elbúcsúzzak tőletek. De hogy ne legyen olyan szomorú a kicsengés ennek a videónak is, mivel rengeteg olyan kellék van itt az üzletben, amik még nem szerepeltek a videóimban, ezért arra gondoltam, hogy most bemutatom nektek az összeset, hogy ne legyen semmi hiányérzetetek, vágjunk is bele. Itt van ez a kis kendő, ami tud lebegni, és ha jól megnézitek, nem más lebeget benne, mint ez az anya, ami rajta van ezen a csavaron. Ha ezt beleteszem ebbe a varázsdobozba, megrázom egyszer, kétszer, háromszor, akkor abban a pillanatban már is ketté válnak, az anya lejön a csavarról. Nézzük tovább, itt van ez a tál. A tálba beleteszem a varázspálcát, megjelenik egy virág. Itt a Rubik kocka, teljesen össze van keverve, és egy pillanat alatt mégis teljesen tökéletesen ki lesz rakva. Sőt, itt van ez a pohár. A pohár alatt megjelenik egy kocka. A pohárból tud enni ez a kis kedves állat, akire már sajnos nincsen szükség. Sőt, meg tudom tenni azt, hogy fogom, pörgetem ezt a kis füzetet. A füzetben megjelenik egy kártya, és a kártyából leharapok egy darabot. Vissza is tudom egy pillanat alatt tenni.
itt van ez a üveg, lecsavarom róla a kupakot. A kupakot egy pillanat alatt bele tudom tenni az üvegbe, itt van benne. Itt ez a másik üveg, megfogom, és a kupakot egy pillanat alatt megszínezem rajta. Nem csak megszínezni tudom, hanem magát az egész üveget úgy, ahogy van, el tudom tüntetni, nincsen. Nem marad belőle semmi. Itt a másik üveg, látjátok, itt az alja, itt a teteje, mégis egy pillanat alatt át tud fordulni. Sőt, megmutatom ugyanezt blindfolddal. Fölveszem a blindfoldot, nem látok benne semmit. Mégis itt van ez a kis pompom, ezt meghúzom, följön a másik, ezt meghúzom, följön a másik, ezt meghúzom, följön a másik, és minden össze van kötve mindennel, és még sincs összekötve semmi, semmivel. Itt van a kacsa. A kacsa ki tudja választani a kedvenc kártyát, ami nem más, mint a Cardiff Pakliból a Pikkász és a Káró 9-es, pedig nem látok semmit. Na jó, gyerekek, tudjátok mit? Szerintem ez így nem fog menni. Még rengeteg minden van hátra, még itt vannak a DVD-k, itt vannak a könyvek, és körbe-körbe tele vagyunk mindenféle kellékekkel. Nem fogom tudni bemutatni nektek az összes kelléket ebben a részben. Ezt muszáj rábíznom a srácokra. Még egy utolsó dolog. Egy rázás, és itt a vége. Zárásként csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy az itt a boltban eltöltött idő nagyon fontos időszak volt az életemben. Szerintem lélekben egy picit mindig a bolt csapatának tagja maradok majd. És szívből drukkolok a bolt csapatának, Pistinek, Péternek és Rolandnak. Jövőre 50 éves lesz a bűvészbolt. Kívánom, hogy a következő 50 év története legalább olyan gazdag legyen, mint az eddig eltelt időszaké volt. És örülök, hogy ennek a történetnek egy picit én is a részese lehettem. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!